a hangom. Egy ilyen szép zene után, köszönöm szépen, egy ilyen szép zene után most a következő 30-40 percben az én hangomat kell, hogy hallgassátok, de később, mikor kész a konferencia, ezt nem tudom, ismeritek ezt a zenét, ez a Jeruzsálema, ez a COVID pandémia időbe lett, és az egész világon csináltak egy ilyen, hogy mondják, az magyarul challenger kihívást, hogy jelentkezzenek az emberek, megy a tánc is mind, ha valakit érdekel, lehet, hogy ez, ja, de itt van, jó, azt hittem, hogy nem ment át, akkor tudjátok nézni. Olyan egy motiváló és jó kedvet ad, úgyhogy én szeretem hallgatni napokban, épp hallgattam, most megosztottam veletek is. Igen, azt mondja Mária, hogy bírjátok, nálunk egész nap a jeget várjuk, de most kicsit elment, de itt 100 kilométerre tőlünk sok jég esett, nem olyan, mint Csehországban, de remélem nem is lesz. Megyünk mi a Skyway konferenciára, ma június 25-e van, mindenkit szeretettel üdvözlök Horvátországból, és vannak új információk, amit meg szeretnék osztani veletek. A cég alapítója az Anatoly Eduardovics Junicki, aki kitalálta ezt a, akinek ez az ötlete, és kitalálta ezt a technológiát már több mint 40 éve. Mi olyan időszakban léptünk be ehhez a céghez, hogy sikerült ezt a technológiát létrehozni, és kivitelezni, mint célprojektek, és az idén, ugye, mint a 2021-es évben már elkezdték gyártani és építeni ezeket a célprojekteket. A új információ, amit most kaptuk a Alexei Szuhodejevtől, hogy az idén legalább 3 projektet kifinanszíroznak. Szóval 3 projekt el lesz adva, és a cégnek komoly bevétele lesz. Ezt nem tudom, hogy ezt számítsuk-e arra, hogy lesz jövőre osztalék. Én azért nem tudom, mert tudjuk, hogy a 15. fázisban a Junicki String technológia még ki akar építeni egy 200 millió dolláros projektet, amiről majd mondok egy pár szót, és meglátjuk, hogy mennyi pénz lesz itten, és hogy mivel számítunk az egészen. A crowd investing opció, ahogy mi bekerültünk ide, az úgy működik, hogy kis befektetőket szerez a cég, és van egy ajánlói link, mindenki, aki beregisztrál a SkyWorld Community-be, van egy ajánló linkje, akit bárkinek a világon el tudja küldeni, és ilyen 25-50 dollár havi részletfizetése már lehet venni. Természetesen vannak nagy befektetők is, aki 3-4 millió dollárt is befektetett, de legtöbb ilyen 1000-től 100 000 dollári befektetők vannak. Több mint 200 ország és területen, és kb. 400 000 befektető ebbe a 6-7 évbe, amióta működik ez a cég. Előbb Skyway Capital volt, most tudjuk, hogy SkyWorld Community, megváltoztatták a nevét, és ezen a cégen keresztül mi juthatunk részvényekre. De úgy működik, hogy hivatalosan egy kölcsönszerződést kötünk a céggel, és mikor a cég kifejleszti ebből a pénzből, ugye a GTE az anyacég, a Junicki String Technológia meg a irányító cég. A holdingok ERSSH 1-es, 2-es, 3-as holding, itten vannak a részvények, és mikor a cég kiépíti a technológiát,
eladják a célprojekteket, akkor ki tud menni a tőzsdére. Ugye az idén ez az van, hogy most építik ezt, már eladták a projekteket, és kimegy cég a tőzsdére, akkor lesznek csak részvények. Ezért sokszor hibásan mondjuk, ugye, én is sokszor elkövettem ezt a hibát, hogy részvényeket, a cég nem árul most részvényeket, és hanem mikor kint lesz a tőzsdén, akkor ezeket a hányadék, ami nekünk megvan a webirodában, átváltják majd részvénybe. Azt tudjuk, hogy egy részvény a tőzsdén $1 indul, és utána mennyi célprojekt lesz a cégbe, mennyi, milyen sikert ér el, és milyenek lesznek a viszonyok a tőzsdéken, attól függ majd a zára. A mai naptól kész a 14.1 fázis. Mától azt hiszem, hogy 18 óra Moszkva szerint, akkor az 17, akkor ma 5 órától benne vagyunk a 14.2 fázisban. Akinek sikerült bemenni a webirodába, az már láthatja, hogy a részvények is megváltoztattak a darabszámot, és itten meg lehet látni, hogy van ez a Innotrans, még nem lett berakva képe, most 30 ezer tulajdoni hányad. Egy $1, a második 34, harmadik 44, és akkor így a többi is, negyedik, ötödik, mind 44 ezer. És akkor itt vannak a csomagok, itt vannak a prémium csomagok is, ugye, az 25 ezertől 150 ezer dollárig. Melyik ugrat? Véletlen, nem tettem be a képet. Jó, a webirodába meg lehet majd látni. És ez az, amit mondok, ez a 60 kilométeres Abu Dhabi túl, ugye, első 60 kilométer $200 millió kerül, és ezt ki akarják építeni a 15. fázisba, letesztelni, megkapni a certifikátot, és utána akkor ilyen ez a gyorspálya 500 km sebesség, a Unilettel, ez 6 személyes leggyorsabb, aki Berlinben volt, azt tudta látni, és a kiállításon, aki meg Marina Gorkába volt 2 évvel ezelőtt, ottan lehetett látni már, hogy ez működő. És végül is a következő fázis, kiépítési fázisba, meg ezt a 139 kilométer, ez 120-130 kilométer lesz Abu Dhabi-Dubai, és 20 perc utazás lesz. Ami most taxival olyan másfél óra, ha ideális minden, akkor 1 óra 15 perc, de busszal akár 2 óra is szokott lenni. Úgyhogy ezt le akarják majd rövidíteni. De ezért kell előbb a certifikáció, és örülök, hogy júniusban az első utasok mehettek ebből a új megengedett technológiával, utaztak a Sharjah-ba. És ez az egyik legnagyobb cél volt, hogy a cég elérjen olyan célpontban, hogy megkapják az engedélyt és utasszállítást. Ezért most látjuk, hogy rengeteg újságírók mennek, most már Indiából is voltak. Azt hiszem, tegnap feltettük a Facebookra, orosz újságírók is ott voltak, Sharjah-ba, érdekes, ugye? És ez azt jelenti, hogy a cég minden nap nagyobb-nagyobb szenzációt ér el.
Úgyhogy közeledünk a 15. fázisba, ettől a 200 millió dollárnyi befektetésről függ, hogy meddig tart a mi finanszírozásunk. Ha ők találnak komoly befektetőket, akkor még az idén el tudják kezdeni ezt a célprojektet, és ameddig olyan másfél-két évre satszol a Junicki, hogy addig lesz a 15. fázis, és addig be akarják fejezni, és megkapni a certifikátokat, minden engedélyt erre az 500 km sebességre. Ha nem találnak befektetőt erre a célprojektre, akkor ez tesztelés és célprojekt lesz, és ha nem találnak, akkor ki kell menni nekik a tőzsdére, amit szoktam mondani mostanában, akár az idén vagy jövőre, és ott a tőzsdén eladni 200 millió dollárért, de akkor befejeződik a finanszírozás. Úgyhogy arra számítunk, hogy az év végéig még lehet venni részvénycsomókat. Van egy új információ, amit sok nagyobb szintű, magas szintű befektető és vezető is már elkezdett reklámozni a Facebookon. Egy weboldal, én mindjárt írtam a Kudrasovnak, kaptam is választ, és vigyázzatok, mert ez a tokenről szól. Én azt gondolom, hogy ez nem hivatalos weboldal, és ez egy csaló weboldal. Nem biztos, a Kudrasov se tudott róla, ugye, ő az igazgató a Skyworld Community-be, és azt mondta, hogy majd ellenőrzi, hogy mi van. Egy, ami, hogyha rámegyünk erre a weboldalra, akkor meg lehet látni, ez a buysvc.com oldalról van szó, és van egy ilyen sellsvc.com. Nekem az a gyanús, hogy nem a Skyworld Community, hanem ARSS Holdingról van szó, azt a tették. Én azt gondolom személy szerint, hogy 90%, hogy ez egy csaló oldal. Én azért nem is jelentettem be, nem is tettük a Facebookra, az én partnereim, akik ezt rárakták, ki is töröltem, nehogy véletlen valaki, még nem kapjuk meg a, nehogy valaki bemenjen, és csaló oldal. Mikor megkapjuk a bizonyítékot, hogy ez igazából, hogy a cég csinálta, a cég készítette, nagyon profil meg van csinálva, minden olyan biztonság és ilyen ezek a szerződések mindennek fent vannak, úgyhogy, de én gondolom, hogy ez nem igazi. Lehet, hogy csalód, nem tévedek, de gondolom, hogy nem. Mit akartam még mondani itt a tokenról? Igen, azok, akik beváltották a 100 000 részvényt, én is egy ilyen csomagot beváltottam, kaptak tokent. Ezt a tokent majd be lehet váltani az új security tokenba. Én gondolom, hogy nem ez lesz, hanem egy más. És akkor az a security token az megy a finanszírozásra, a célprojektekre. És ahogy a célprojektek felépülnek, úgy emelkedik a token ára. Ha nem adjuk el a tokeneket, akkor megkapjuk a osztalékot tokenba. Azt tudjuk, hogy a token majd kint lesz több tőzsdén, még az év végén, ahogy a Maslow emlegeti, és ott beváltható euró, dollár, bitcoin, vagy valami másik kriptovalutába. Úgyhogy ezt mondtuk, a IPO, oké. Okay. A Junicki szerint 5 év múlva a cégcsoportunk legalább 500 milliárd, és 10 év múlva legalább 1000 milliárd, vagy 1 billiárd dollár értéke lesz. Épp most beszéltem egy órája egyik partneremmel, és arról beszéltünk,
hogy ez egy valódi érték lesz. Ha összehasonlítsuk a Teslát, a Teslának csak egy autója van, és vannak befektetők, akik befektettek a cégbe. De igazából ők eladják azt az autót, megvan nekik a gyárak, ugye? Itt még nálunk építünk célprojekteket, és ez minél több célprojekt, annál magasabb értéke van a cégnek. És ha 10 év múlva lesz 100 célprojekt, akkor számítsátok ki, hogy ez milyen nagy, óriási értéke lesz a Skyway-nak. Én tudom, hogy mi mindannyian örülni fogunk, hogyha el tudjuk adni 1-2 dollárért is a részvényünket, de ez egy rövid öröm lesz, mert 5-10 év múlva, ugye, főleg a fiatalok, akkor ők megtartsák maguknak, az lehet, hogy 5-10-szer több lesz az értéke, vagy 20-szor. Úgyhogy erre kell számítani, és ez teljesen reális, mert minden célprojekt természetesen emeli fel a zárat. Face of the Future, a hologram csomag, az az információ, hogy még a Irina Volkovától nem kaptam, igazából még nincs eldöntve. Írtam a supportnak, ők azt válaszolták, hogy nem lesz a következő időszakban hologram csomag. Most, hogy ki írt nekem vissza, azt nem tudom a supportból, de várjunk még egy picit, hogy a Skyward Community vezetőség megkapja az anyacégtől vagy igent, vagy nem. Én nagyon örülnék, és írtam nekik, most már azt írtam, hogy 50 csomagra van szükségünk, mert igazán várják, ez a 5000 dollár értékű, 1%-al diszkont, azt jelenti, hogy 500 000 részvény lesz a birtok adnak, aki ezt majd megveszi. Meghagytam még ezt a prezentációt a vietnámi útról, ezt már jövő pénteken nem mondjuk, de most még egyszer megemlítsük, mert itten lehet látni, hogy a elnökkel, vietnámi elnökkel is találkoztak, és sok befektetővel, sok partnerekkel, és 5-6 reális célprojektről beszélgettek, ami legfontosabb, hogy egyik célprojektre már le van téve a bankgarancia, ami azt jelenti, hogy igazából meg van véve, vagy el van adva a Skyway, és már az idén alapítottak egy céget most, ami koordinálja a következő projekteket a Unitsky String technológiára, Vietnámra. Azt tudjuk, hogy a vietnámi ország befektetők körülbelül 70% befektetést csinálják az egész világról. És a Vietnám egy nagyon fontos ország. A következő régió, ami elindult, az a Dél-Amerika. Azt hiszem, hogy ma vagy tegnap volt egy maraton konferencia, és nagyon, nagyon jó beindult a dél-amerikai. Úgyhogy nem kell félnünk, hogyha mi kicsit itten valamelyik országokban, nekünk például Macedónia nagyon jól megy, de mondjuk rá Szlovéniában nincs annyi aktív partner, úgy, mint Magyarországon se, de vannak ilyen új országok, és ők csinálják ezt. A webirodában nem lehet látni semmilyen token kimutatást, de van egy weboldal, amit én most ide beteszek, csak ha meg tudom találni, ahol a tokenokat meg lehet látni. Már régen néztem ezt a weboldalt, Unitsky, és ottan meg lehet látni. Most nem ne keressem, majd Miklós, majd elküldöm a linket. Beteszem a Skype csoportba a linket, ahol a régi tokeneket, amit beváltottunk, ahol meg tudjuk látni
esztet, hogy mennyi van. Van egy link, most hirtelen itt ne keressem. Ahogy haladunk előre, kicsit gyorsabb, meggyorsítom ezt a prezentációt, lehet látni, hogy Minskben nagyon jól haladnak a munkák, már készítik a sorozat gyártással többi járműveket is, ami biztos, hogy kelleni fog ez a Unilet, ez a 6 személyes. Igazából a Unitsky úgy készítette ezt a technológiát, hogy 600, ez az, köszönöm Attila, ez vége, jó, ez az, igen. 600 km sebességgel mehet, a Unitsky String technológia 450-et fog sebességre kérjék majd az engedélyt, és ez már igazán majdnem olyan. Hát kis repülő helikoptertől gyorsabban megy, majdnem mint egy nagy utasszállító repülőgép, mert az is ilyen 700-900 kilométerre mennek. De a gyorsaság, a ilyen rövid 2000 kilométerig, az biztos, hogy egy ilyen Unilettel gyorsabban oda lehet jutni, mint a repülővel, mert nem kell semmit várakozni, egyszerűen beülnek 5-6-an, és az már megy. A másik, ami sok új technológiát fejlesztette ki, ez a elkövetkező, a múlt 5-6 évben, és ezt mindet bemutatják, már tesztelik, amit lehet látni ott a Sárgyában, így néznek ki majd az állomások, és azok az utasok mindig tudják, hogy hol vannak, ugye, most megerősítették, tegnap hallgattam egy videót, hogy minden blockchain technológiával működik. Amit még nem mondtam, elfejtettem, mint új információ, a számla feltöltésre most egy Mastercardja van, az a Impex Trade-en keresztül, de jövő héten megint megjelenik a Coolpay, és az egész világra szolgáltatást nyújt, és mindenki a Coolpay-en tudnak befizetni. Meg van egy csomó kriptovaluta, banki utalás, Perfect Money, FastPay és Capitalist. Úgyhogy ezt most látom itt a jegyzetékben, hogy nem mondtam meg. Itt lehet látni ugye ezt a technológiát, és ez a 400 méterre itt megvannak most minden engedélyek, és certifikátok, és ide a októberra tervezik megkapni minden engedélyt, még az a plusz 2,5 kilométerre, ami nagyon fontos lesz, mert természetesen aki ott lesz az Expon, a világkiállításon, ez lesz a legnagyobb világkiállítás, ami bármikor létezett, és legtöbb személy, 3-4 millió ember fogja meglátogatni. Azt tudjuk, hogy 182 napig fog tartani. Én most kapcsolatban vagyok ezzel az agencióval, aki szervezi az utazást, és lehet, hogy jövő hétre már több információt tudok mondani a szervezésről, és ugye október 1-től március 31-ig ki kell választanunk egy időpontot, és aki el szeretne majd menni. Én gondolom, hogy drágább nem lesz. Tavaly, amit terveztük, 1100 euró volt. Az utazás 10 nap, 3 nap a hotelba is, meg hajóutazás, mindent beleraktunk. Majd meglátjuk, hogy mit szeretnétek, plusz hajóutazást is, vagy csak Dubájba menni, vagy meglássuk, milyen opció van az árakat, és akkor ki tudjuk majd választani. De ezt mondtuk, ugye, hogy szeptemberig még várjuk, hogy milyen, bár most már lehet látni, hogy hogyan megy a pandémia, meg az egész.
ezeket a gyönyörű képeket, Márina Gorkán, ez az Ekotechnopark, háromszor voltunk ottan, mindig szívesen megnézhessük, mert itten az egész technológiát is, ez mindig marad. Eleinte terveztek 4-5 ilyen ekotechnoparkot, de most egyelőre 2 lesz. Azt hiszem, hogy Dél-Amerikában is majd lesz egy, hogy azoknak az országoknak ne kelljen sokat utazni, Dubajba vagy Belorussziába. Ugye most Belorussziában nem tudom, még van ez a korlátozás repülővel, és ezért jó, hogy több helyen legyen. És ezt megmondta a Junicki 3-4 évvel ezelőtt, mikor kritizálták az emberek, a befektetők, hogy miért szeretne ennyi bemutató parkot. Akkor elmondta nekik, hogy mert nem egyforma technológia van Marina Gorkában, ahol télen mínusz 20, meg még hidegebb van, meg a ilyen sivatagban, ahol plusz 40 éjjel-nappali, meg 50 is lehet, és a másik a politikai helyzet, ha valahol egy ország például lezárja, vagy valami gond lehet, mert minden történhet, új technológia ezt nem fogadja mindenki el, akkor lesz másik helyen, és repülővel mindenhova el lehet utazni. És látjuk, hogy ebben is igaza volt. Azt tudjuk, hogy az új technológiát nem fogadja mindenki el. De azt is tudjuk, hogy egy öreg vasút, amibe milliókat vagy milliárdokat befektettek országok, most egyszerűen nem érdemes felújítani, és sok ország építenek új gyors vasutat, más technológiát, a Skyway-t most nagyon szerencsénk van, hogy ennyi újságíró, meg ilyen delegáció jönnek, és nézik ezt a technológiát, és láttuk azt a 2 hete is, hogy mennyi újságcikk megjelenik az interneten, és ezt most a indiaiak is már küldtek újságírókat, akik leállították azt a majdnem 1,970,000,000 dolláros 3 projektet, ami volt ottan, meg a Dalai Lámánál is, ez mind az indiai új kormány, mikor lett, akkor nem akartak tovább csinálni, mert miért egy új belorusz céggel dolgozni, aki nem mutatott még semmit a világon. Na, most a Emirátusban azok kitapasztalják ezt a technológiát, és elhittek a Junickinak, természetesen sok pénzbe kellett fektetni a technológiába, kiépíteni ezt is Sárgyába, még az a 2,5 kilométer, még megmarad a 15. fázis, hogy a Unilett is meglegyen, és akkor be lesz bizonyítva mind a 3 technológia, ugye a személyszállítás, a gyors szállítás, városi is, meg a teherszállítás is. És ezért fontosak a certifikátok. Ezt nálunk szokták kritizálni, Horvátországban, miért ilyen certifikát, mind, hogy mege lesz, de le is kell védeni, ugye? Azt tudjuk, hogy több mint 50 nemzeti patent, certifikát le van védve a világon, és megvannak ezek az engedélyek biztonságra, ugye ez a legfontosabb, és hogy nem úgy működik az egész, hogy most kiépítek valamit, berakom az embereket, és utazunk. Ezt minden országban meg kell, hogy kapják az engedélyt. És ha ez megvan, akkor természetesen mehetnek tovább, és építhetnek, és át tudják adni a célprojekteket. Úgyhogy igazából én figyelem a Junickit mindig, és minden víziója. 1989-ben van egy PDF dokumentum, csak oroszul van, de én egy pár oldalt, nem is tudom már, hogy megvan-e, valahol biztos megvan, lefordítottam, és akkor beszélt ő a blockchain technológiáról.
mikor még senki a bitcoin se nem tudta, akkor ő beszélt egy ilyen technológiával, ami összeköti, és nem tudják feltörni. Azért megy a blockchain technológia is a Skyway járművekre, meg ezekre a projektekre, mert ha az a valaki megadja azt az információt, azt ott nem tudják hackerek betörni, leállítani a projekt, a járműt, lefékeztetni, és ezért fontos, hogy csak az, aki kezeli, azt tudja ezt kezelni. Nem tud valaki más bemenni ilyen projektbe. Itt lehet látni a sárgyai projektbe, hogy nem csak a építkezések, hanem megvannak a tesztelések is, és ami most a vége fele, hogy az újságírók jönnek, a delegációk nézik ezt a technológiát, és most már nagyon pozitívul írnak ezekről. Igen, júniusban ugye ez a megengedett technológia, ami nagyon fontos, mert ez volt egy nagyon, nagyon fontos lépés, és igazából gyönyörű és szép utazni. Itt lehet látni, hogy kezelik ezt, végül is ez be van programálva minden, és csak figyelni kell, természetesen mind ellátott kamerákkal, amit követnek, és bármi, ha történik, le tudják állítani, és ezért ez biztonságosabb. Most, ha összehasonlítsuk egy gyors vonattal, ami lehet, hogy 20-30 vagont húz maga után, azt tudjuk, hogy mennyi kilométer kell neki, hogy megálljon. Egy teher vonat, ami 30-40 vagont húz, annak akár 10 kilométer is kell, hogy megálljon. Egy ilyen unilet meg tud állni pár száz méteren, vagy legalább egy kilométerre. De lehet, hogy már 5-10 kilométerre előbb meg lehet látni, hogy valami gond van a sineken, vagy ott van egy nagy madár, vagy egy tehén oda felment, és ezt minden természetesen tudják követni. Nekem ez fantasztikus, és ezt is el kell hitetni az embereknek. Amit említettem, az új technológiát nem mindenki hiszi el, mert miért legyen valami, amit még ideig nem találtak ki, de mikor meglátjuk visszafele 1-2-5 év, akkor mindig látjuk, hogy valami újdonság lett. De előtte ezt nem hitték el. Én tudom, mikor néztük azt a fantasztikus filmeket, ilyen űrhajósokat, és akkor kivették, mint gyerekek, és akkor látták egymást, és beszéltek benne. Az régen 80-as években, még én középiskolába jártam, nem létezett, és akkor egyszer hallottuk, hogy Japánban az emberek nézik egymást, és beszélnek. Most meg mi van? Most meg ezt csináljuk. Nem utazunk, itt vagyunk a Zoom konferencián, mobilon, bárhova az ember biciklizik, vagy vezet, és tudjuk nézni, hallani egymást. És ez most természetes. Így van ez a Skyway technológia. Gondolhatjátok, hogy hány kamion, mennyi szennyeződés, mennyire tönkreteszik az aszfaltot, mennyi sorok vannak a határon, és jön egy Junicki, és azt mondja, hogy 100 tonnát per kilométer $1 nektek átviszek. Ez őrületes. És tiszta energiával, villannyal, villanyenergia, elektromos, de lehet ide feltenni napelemet, lehet szélgenerátorokat, és teljesen megújuló energiával tudják kezelni ezt is ilyen olcsón átvinni. Most, ha meglátjuk, egy 10-20 év, a 20 év teljesen átmegy, kidobják a dizeleseket, az már 5 éven belül, és átmennek egy ilyen technológiára. Azt tudom, hogy lesz majd konkurencia is,
De mennyit kellett fejleszteni egy ilyen technológiára a Unitskinak, meg most több száz ember dolgoznak ezeken a projekten, hogy ez meglegyen, és természetesen vizuálisan lehet, hogy majd próbálják követni, de ezt a technológiát nem is lehet átmásolni, és ha most elindulnak ottan a Kaurfakan, ugye, meg ez a NEOM, ez a nagy futurisztikus építkezés Szaúd-Arábiában, ez 500 milliárd dolláros projekt. Mi kell nekik? Kell nekik autómentes utazás, ami nekünk megvan, teljesen 100% tisztán, és kell nekik okos város, lineáris city, ami van a Skyway-nak. És ez minden megvan, meg még plusz a humusz, ahol majd termelik a földet, mert ugye ott is sivatag van. Tudjuk, hogy Szaúd-Arábia, nem tudom most fejből, de 30-szor vagy 50-szer nagyobb, mint Emirátus. 30-szor legalább, ugye? Úgyhogy, és ezt akarják építeni, és el is jöttek megnézni. Én nagyon pozitív vagyok, nagyon hiszek egy ilyen technológiába, és örülök, hogy nem csak én, hanem a családom, a barátaim, ismerősök, új ismerősök, akit megismertem, hogy benne vannak a Skyway-ba, és azt is tudom, hogy ez a legjobb és legnagyobb befektetés az életünkbe sokaknak. Nagyon sok más befektetések vannak most, minden nap 1-5 új kínálatokat küldenek az emberek, de sajnos 90%-ba az emberek elveszítik a pénzt. Ez egy igazi, reális, értékű technológia, ami csak növekedni fog minden új kilométer kiépítéssel, és itt van most hivatalosan, még nincs megmondva, de az újságírók már írják, hogy a következő célprojekt a Kaurfakan, ami egy, most már nem mondták, hogy három, hanem van 2 éve belül, 2022-re, már késznek kell, hogy legyen, és összeköti ezt a két nagy kikötőt, és ez a 25 és 35 tonnás konténereket viszi, amely egy kicsit a képre. Megvan már a projektben, hogy 15 méter magas, és 130 kilométer sebességgel is utazhatnak, ugye? Tudjuk, hogy 150, de a normál sebessége, a utazási sebessége 130 kilométer. Végül is most 80 vagy 130, az abszolút semmi különbség, hogy 10 perccel előbb vagy utóbb ér oda. Mert a hajók lehet, hogy 3 nap, lehet, hogy 7 nap késéssel érnek. Úgyhogy ez a pár perc az már most még nem jelent sokat. Ez megváltoztassa az utazást, a teherszállítást, a hajó utazás kikötési filozófiát, és ez egy teljesen új. Erről a titkos projektről a 15 kilométeres 21 állomás a dubai központról most még nem tudunk, de lehet, hogy októberre már erre is lesznek hírek. Ha valaki követi a YouTube-on, a sárgyai igazgató, ők mindig szervezik ezeket a bemutatókat, és annak örülünk, ma is egy új videó újból, hogy a Skyway, a Unitsky String technológia lesz nekik már most is a legfontosabb közlekedési partnerük. A Nadezhda Kosareva, Unitsky felesége bejelentette hivatalosan, hogy a export ott leszünk, és október 1. március 31-ig lesz egy stand, ahol mi is ott leszünk, elmegyünk, megnézzük, és akkor kihívnak Sharjahba, hogy ottan mindenki próbálja ki, és élőben lássa meg ezt a technológiát. Ami ezeken a képeken vannak, úgy, mint elindultak a katalógusok, meg szimulációk, most már szimulációt nem is mutatunk,
hanem ez lesz az idén, jövőre már egy ilyen képek, amik hozzák az új befektetőket Dubajba, és hozzák az új turistákat, és az emirátusok, az egész ország ebből akarnak a üzletből, és a turistákból akarnak élni, mert kiszámították, hogy gázolaj még olyan 25-28 évre lesz nekik, és utána kifogynak. Addig össze akarják szedni az aranyat, és befektetni üzletbe, közlekedés megerősíteni, zöld energiára átmenni 100%-osan, és minél több turistát hozni. Nekünk meg az a feladatunk, hogy minél több részvényünk legyen, hogy nekünk és a gyerekeinknek egy jó, biztos jövőt biztosítsunk, hogy nekünk is ne kelljen többet annyit dolgozni, utazgatni, hanem egy nyugodtabb biztonságot érjük el. Én köszönöm szépen a figyelmet, azt hiszem, hogy hétfőn fent lesz a YouTube-on, és ha valaki még esetleg meg akarja hallgatni, vagy elküldeni valakinek. További szép estét, szép hétvégét, jég nélkül nálunk még nem esik, remélem kihagy bennünket, és szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!